Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, emberi léptékkel mérve 2017-es év utolsó óráiban. Engem ért ez a nagy meglepetés és megtiszteltetés, hogy a bevezetőt megtarthatom nektek, és átadhatom a gondolataimat. Már egy kis ideje itt vagyok a templomban, így elég nehéz volt tudatosítanom életemben először, hogy évvége van. Sőt, szinte lehetetlen, nem tudom felfogni, mert hogy itt a templom csendjében valami időtlenség kezdődik, valami olyan, amit kinn a nagy forgatagban, a hétköznapokban nem lehet megtapasztalni, és szinte minden megfoghatatlanná válik. Hogyha ragaszkodnék az időhöz, akkor ki kellene találnom egy új órát, egy számlapot, amin csak 8 rovátka lenne, és mindegyikhez az lenne odaírva, hogy első meditáció, második meditáció, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, és lehet menni aludni. Ebben a nagy csendességben innen kell most megszólalnom és mondanom valamit, hogy mi történik a hétköznapokban, amik most nagyon eltávolodtak tőlem, de azért emlékszem rá. A december az egy igen különleges hónap. 3 ünnep is van benne, az advent maga, Szent Miklós, a karácsony és maga a szilveszter, ami az új évet köszönti. A régiek tudták, hogy ez az időszak arra való, templom nélkül is, hogy magukba forduljanak, hogy elcsendesedjenek, hogy meghallják azt az üzenetet, hogy mi az, ami a következő évre számukra fontos lehet. Ehelyett most olyan időszakot élünk, ahol decemberben valami tébújalat kezdődik, mindenki rohangál plázáról plázára, boltokból boltokba, fények, nagy csomagok, rengeteg étel, és elhalmozza az ember magát, a barátait, a gyermekeit, a családját, olyan dolgokkal, amire igazából senkinek semmi szüksége nincs, de ez az az egy dolog, amit adni tudunk egymásnak. Mert hogy a csendet, azt a belső, mélységes csendet, azt már nem halljuk. Hanem, és mégis szeretnénk valamit adni, valamit magunkból, valamit a szívünkből, és ezt tárgyakra váltjuk. Van az emberben mélyen valahol legbelül egy szikra, egy gyertyaláng, vagy valami megfogalmazhatatlan, ami a kezdetektől fogva benne van. És hiába ez a nagy forgatag, hiába ez a sok étel, hiába ez a rengeteg ajándék, van valami, ami nem hallgat el. És már mindannyian éltünk annyit, hogy mögöttünk van jó pár év. És az a legérdekesebb az egészben, hogy amit lehet hallani bent legbelül, az az, hogy nem ez az. Nem ez az. És ez a nem ez az, ez folyamatos keresésre sarkalja az embert. Állandóan kutat, keres, hogyha nem ez az, akkor mi az? És amikor vége van az évnek, akkor az egy kapu, egy átlépés, egy olyan pillanat, ami mindenkivel megtörténik, ha akarja, ha nem. Az év folyamán rengeteg ilyen lehetőség van a magunkba tekintésre, de valójában ez az egyetlen egy kényszerítő pillanat, amikor nincs lehetőség visszafordulni. Amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen egy pillanatban éjfélkor kapuvá válik, és abban a pillanatban egyszer csak az egyik volt, a másik lesz, vagy talán egyik sem volt, vagy talán a másik sem lesz. A lényeg, hogy mindenképpen valahogy megél az ember egy lezárást és egy kezdést. És amikor megéli ezt a pillanatot, akkor most nagyon erősen jelenik meg az a kép, hogy tűzi játékok robbannak, pezsgők pukkannak. Minél nagyobb zajt keltünk, hogy a sok-sok év alatt nem hallott belső csöndet, azt már csak ezzel a borzasztó nagy zajjal tudjuk ellensúlyozni. Amikor keres az ember, akkor minden évben
újabb és újabb lehetőségeket talál arra, hogy hát ha most megtalálom azt a valamit, amit nem találok, nem is tudom pontosan, hogy mi az. De nem igazán. Talán azért ülünk itt, mert ezek szerint ezt még eddig nem találtuk meg. És minden kapu átlépésnél egyetlen egy dolgot vittünk magunkkal, a megoldatlanságainkat. Azokat a dolgokat, amiket nem értettünk meg, azokat a dolgokat, amikre nem találtunk megoldást, az velünk jön, és mindaz, amit megtaláltunk, az elmarad. Azzal újra nem fogunk találkozni. Én is ilyen sok-sok megoldatlanságot raktam a hátizsákomba, és jártam az utamat, amikor teltek az évek egyik a másik után, és volt, amit sikerült megoldanom, volt, amit nem sikerült megoldanom. Elég sokat nem sikerült megoldanom. A meditációval, mint lehetőséggel én már nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt találkoztam, és nagyon boldog voltam, hogy ez az, meg fogom találni a megoldást. És az első meditációim azok úgy néztek ki, hogy leültem a kanapéra, körbe raktam magam párnákkal, előre-hátra minden irányba, és megpróbáltam befelé tekinteni. Hát a befelé tekintés az úgy sikerült, hogy rá kellett döbbennem, hogy Úristen, oda bent a zaj sokkal nagyobb, mint odakint. És ez elég ijesztő volt, úgyhogy az első meditációim sok-sok éven keresztül úgy történtek, hogy körülbelül 2 perc múlva már aludtam, és 40 percig sikerült aludnom. Hogy ne halljam ezt, ami bennem van. A másik nagyon nagy érdekesség, hogy a gondolataim és az érzelmeim azok körülbelül ilyen 1000 km/h sebességgel száguldottak bennem. És nem nagyon találtam más megoldást, hogy mit tegyek velük, mint hogy megpróbáltam gyorsabban futni, mint ők, előttük lenni. És aztán, mivel már akkor is azt mondták, hogy ne meneküljek, de nem nagyon sikerült, csak futottam, próbáltam gyorsabban futni, és aztán szembefordultam velük, és maga a probléma átgázolt rajtam, és leterített, újra és újra leterített. Ez nagyon sokáig tartott, sok-sok hosszú éven keresztül, de a sebessége a bennem lévő problémáknak azért csökkent. Először 900, 800, 700, 600, 500, és aztán elérkezett egy olyan pillanat, hogy egyszer csak, akkor éppen Pránanadit tanultam, és beírtam a keresőbe az interneten, hogy mit lehet ott ezzel kapcsolatban találni, és találtam egy felvételt, Pránapadlás Csongan Szunim előadást tart. Hát, nézzük meg, mi lehet ez, nem tudom. Megnéztem, döbbenten eltátottam a számot, mikor hallgattam, és úgy képzeljétek el, hogy ez 7 évvel ezelőtt volt, és 7 év alatt esetlen nagy nehezen, hogy én ezt az előadást magyarul hallom. És hogy nem valami külföldi mestert hallok, hanem valakit, aki itt van valahol ebben az országban. És többször megnéztem a felvételt, de én nem vagyok az interneten nagyon jártas, úgyhogy addig már nem jutottam, hogy beírjam a mester nevét, hogy esetleg nem-e több felvétel is van. És nem-e több tudáshoz is hozzájuthatok. De aztán 7 év múlva egyszer csak leesett a tantusz, hogy mi van, ha ő mégiscsak itt van Magyarországon. És nem csak, hogy itt volt Magyarországon, hanem már egy álló templomot is találtam, egy működő szangát is találtam. És ez pontosan tavaly ilyenkor volt, és elkezdtem olvasni gyorsan, hogy mi is ez, és hogy hogy, és hogy nekem ide el kell jutni feltétlenül, és éppen ekkor volt Kjolcse, és akkor lebígyett a szám, mert azt már nem tudtam, vagy azt már nem találtam meg, hogy ebbe be lehet bármikor csatlakozni, hanem bizony
kivártam, hogy vége legyen, és utána írtam egy levelet, hogy szeretnék eljönni. El is jöttem, és azt hiszem, hogy megtaláltam, amit kerestem. Megtaláltam azokat az embereket, azokat a tanítóimat, akikre szükségem van. Megtaláltam azt, akikkel együtt tudok járni ezen az úton. És azt is megtaláltam, ide bevallom őszintén, hogy az a bizonyos hátizsák, amit mindenki cipel a hátán, az le volt lappadva, de a leghúzósabb, legnehezebb problémák azok ide jutottak szunyimnak, hogy segítsen őket kipakolni, és merjek velük szembenézni. És ennek a kis beszédnek az lett volna a címe, hogy a zen és az utam, és hogy erről mondjak valamit, hogy hogyan kapcsolódik ez az életemhez, de nem tudtam megfogalmazni, hanem egy történet jutott eszembe, nagyon-nagyon szeretem a tanító jellegű történeteket, és ez egy az egybe kifejezi azt, hogy én mit gondolok a zenről, és ezt a történetet el szeretném nektek mondani. Három szerzetes elindult egy úton, betértek egy erdőbe, és egyszer csak eléjük ugrott egy oroszlán. Az első szerzetes felkiáltott: Úristen, végünk van! Ez eleve el van rendelve, mindannyian meghalunk. A második szerzetes azt mondja: Nem, nem, térdeljünk le és imádkozzunk, az Isten majd megsegít bennünket. A harmadik szerzetes azt mondta: Minek zargatnók a teremtőt? Inkább másszunk fel egy fára. Számomra ez a legfontosabb, hogy ha valamit meg tudunk tenni, azt tegyük meg, és a többit bízzuk a teremtőre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Amit kívánni tudok nektek, mert hogy szilveszterkor kívánni szoktunk, hogy mindannyian minél hamarabb érjük el a felébredést, és mentsünk meg minden lényt a szenvedéstől.